Ez a bukovinai székelyvarrottas, úgyhogy a székelyvarrottasnak a motivumát mutassuk be. Ez keresztszemes, de úgy csináljuk, hogy megcsinálunk egy keresztet, és akkor egy hosszú öltésvel a másik sorba két szálat, mert két szál menjen mindenfelé, hogy megkapjuk a keresztet. Hosszú szálval átölöltünk a felette való sorba, és akkor a hosszú szált lekössük egy egyszerű keresztvel. Ez az. Nem tudtam kivenni, hogy most melyik sor, hogy... Na most. Várjál. Igen. Na ezért az eredeti minták a könyvből, ha megvannak a lapok, az nagyon jó, mert abban látod, hogy a sor hogy menjen felfelé, lefelé, jobbra, balra, és mindig a mintának a hosszabbik sorába menjen a varrás. Mi a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületnek vagyunk a képviselői, ahol hát a guzsajos asszonyok, a kézimunkázók ennyi éven át megőrizték a hagyományos székelyvarrást, és azt próbáltuk most elhozni, mert itt ugyanazok a minták élnek, de inkább szövésben. És akkor most próbáljuk, hogy az érdeklődőket, hogy megtanítani, nem kell tanítani, ők tudják ezt csinálni, csak hogy az apró titkokat átadni, hogy azt hogy lehet, hogy olyan szépen nézzen ki, mert a kézimunkáinknak az a titka, hogy amennyire szép a minta a színin, ugyanolyan szép kell legyen a hátulján is. Úgyhogy hát most itt törekedünk, hogy ezt átadjuk. A mintáknak ugye megvan, nekünk 36 minta van levéve a lapokba, de mindig ilyen módon varjuk, úgyhogy másképp nem varjuk. Ahogy az eleje, úgy a hátulja is szép kell legyen, sőt, még mikor valaki ezt értesíteni akarja, akkor az a hátulját nézi, úgyhogy a hátulja is nagyon szép. Csomó nem szabad legyen, úgyhogy fent kezdjük, és fent végezzük el a mintán, fent a tetején végezzük el a mintát, nem alatt. Bog nem szabad legyen, nagy ötések alatt átszökések a minta alján nem szabad legyen az anyag alján, úgyhogy minden fent a mintába végződik el. Most akkor erre haladok. Erre haladok, de jól fogom most? Igen, de most akkor vissza kell ide menj. Erre fele haladok, igen. Így, és akkor visszamegyek, és akkor onnan jövök hosszan. És akkor lesz a hosszú kereszt, igen. Igen. Hát én munkaviszonyban vagyok, nekem nagyon-nagyon sok idő kell, de aki otthon van, és aki pénzét csinálja, persze akkor a 10 óra hossza varrás naponta, hát egy nagy abroszra kell, egy 3 hónap, 4 hónap a mintától függ, a mintasűrűségétől függ, az abrosz hosszaságától függ, ugye, de az akarat, hogyha megvan, akkor éjjel-nappal varod, akkor az idő rövidebb. A bukovinai székelyvarrottas csak 3 színbe varjuk, a piros, a fekete és a kék. Úgyhogy ezt így örököltük, és ezt így is folytassuk, és nálunk a Székely Magyar Művelődési Egyesületben csak így varjuk, ahogy örököltük. Nem módosítottunk rajta, színeket nem adtunk hozzá, minden úgy, ahogy örököltük. Ezt tehát a bukovinai székelyeink, ugye, a Bukovinából így hozták az öregeink, és így folytattuk itt is tovább. Úgyhogy ez így volt Andrásfalván, mert Andrásfalviak vagyunk Hertelentfalván, úgyhogy ez így volt Andrásfalván, és így hozták magikval, és így folytassuk többet. És nem is hagyjuk, hogy a fiatalságnak se hagyjuk. Voltak asszonyok, hogy megpróbáltak, hogy bédobtak, nem tudom, zöldet, meg nem tudom, lilát. Persze, otthon kirakhassa, de mikor valahova vigyük kiállítás, akkor azt ott nem lehet kiállítani.